Egy nagyon érdekes szoftverről, alkalmazásról szeretnék néhány gondolatot elmondani, illetve példát mutatni. Ez a szoftvernek a neve pedig IBM SPSS Modeler. Ez a SPSS családhoz tartozik hozzá, ami több ilyen szoftver is van, ami most már IBM égisze alatt működik. Ez a szoftver egy manapság nagyon divatos funkciót tud ellátni, nevezetesen a legfőbb feature, ami ebben a szoftverben benne van, az a predikció. Nagyon sok prediktív modellt képes viszonylag egyszerű méretezéssel bemutatni. Az oktatásban nagyon jól használható. Nem nagyon szeretném most itt részletesen megmutatni a különböző funkcióit ennek a képernyőnek. Ez le van írva sok helyen, többek között a főiskolán is használunk olyan, ahol hát az oktatási segédletet, amelyikben ez részletesen le van írva. Itt inkább csak először ezt a menüpontot szeretném megemlíteni, a modellezés menüpontot. Lehet látni, hogy nagyon-nagyon sok modelltípust lehet alkalmazni, vagy lehet felhasználni ebben a szoftverben. Attól függően, hogy milyen típusú problémát akarunk megoldani, vagy demonstrálni a bemutatását. A mostani epizódban azt szeretném megmutatni, hogy milyen beépített streamek vannak ebben az alkalmazásban. Ezzel a szoftverrel együtt jár. Mellesleg ezt a szoftvert pillanatnyilag az IBM a felsőoktatásban ingyenessé tette. Tehát egy rövid kis regisztráció után minden olyan hallgatónak, aki éppen aktív hallgató egy felsőoktatás idő, még akár Magyarországon is, az ő számára ez a szoftver ingyenes. Nézzünk egy nagyon egyszerű példát, a InnéScape Stream. Ezek a pici kis ábrák, ezek a úgynevezett módok, ezekben találhatók azok az alkalmazások, és az ötszögletfélben nevezetesen az algoritmusok, amelyek tulajdonképpen gyártják ezt a végeredményt. Az egyik dolog, amit szeretnék megmutatni, az ennek a módnak az adatlapja tulajdonképpen. Itt van a neve, churn, ugye azt jelenti magyarra fordítva, hogy lemorzsolódás. Tehát ez a stream, ez arra szolgál, hogy megvizsgálja, hogy egy adott adatforrásban mennyi olyan adat van, ami a lemorzsolódottakat jellemzi. Például gondoljunk egy telekommunikációs cégre, a lemondott előfizetések számára, vagy gondoljunk egy felsőoktatási intézményre, ahol a lemorzsolódott hallgatók modellezhetők ennek a segítségvel. Természetesen rengeteg buktatója van a dolognak, hogyha alkalmazni akarjuk. Legelső például mindjárt a beolvasó stream, beolvasó mód, bocsánat, amelyik úgy működik, hogy egy elérési utat kell itt megadnunk, és tekintettel arra, hogy amikor ezt a szoftvert előállították, és ezt a streamet belerakták, akkor nem az én számítógépet használták, természetesen. Ezért, hogyha én most elindítom ezt a streamet, mondjuk ezt az ágát, ezt a folyosót, nyilvánvalóan a rám billentyűvel, akkor annak ellenére, hogy ahogy mondtam, nem az én számítógépet használták, de a szintaxis figyelembe vételével megtalálta azt az adatforrást, amelyiket használni kell, és
itt van a végeredmény, vagyis a lemorzsolódásnak a mértéke az ebben a táblázatban található. Természetesen a saját magunk is járhatunk ilyen streameket, meg hasonlókat, meg más filmeket, és hát azon túl, hogy ez szórakoztató dolog lehet, valóságos haszna is lehet ennek. Hiszen például egy felsőoktatási intézményben magam is végeztem olyan vizsgálatot, hogy milyen típusú lemorzsolódásokkal kell számolni. És hát nagyon-nagyon sok ilyen algoritmus típus van, még néhányat fogok mutatni ezen.